Kezdje kalandtúráját bármely évszakban az összkerék meghajtású Argó kétéltű terepjáróval. Bárhová hívja a természet, az Argó terepjáróra rábízhatja magát. Biztonság mindenek előtt. A vadászok, horgászok, természetbarátok ugyanúgy megtalálják céljaikhoz a legmegfelelőbb típust és felszereltséget, mint a profi felhasználók, a mezőgazdasági vállalkozók, erdészek, mentőalakulatok vagy a honvédség. Kizárólagos forgalmazó, szervíz és vevőszolgálat Erdőgépker Kft. Paracelsus szerint Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt, amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette a Földön. Ennek szellemében cégünk igazoltan természetes alapanyagú termékeket kínál, melyek a hagyományos gyógynövények tiszta erejével szolgálják egészségünket. Kiemelten ajánljuk Diana és a vadásznak filteres teáinkat. Termékeinkkel az otthonukba jutatjuk a természet egy szeletét, mert tudjuk, életünkben fontos a természet és a mai világ közti tökéletes egyensúly megteremtése. A VKE Diana Vadászhölgy klubja idén ünnepli 10. születésnapját. A jeles évforduló alkalmából a szervezet vezetőivel és néhány tagjával a Diana Vadászteát gyártó Gyógyfű Kft. Sóskúti telephelyén beszélgettünk, a klub céljairól és tevékenységéről, illetőleg a puskaforgató lányok-asszonyok törekvéseiről. Az ötlet 2003-ban Csekő Sándortól, a Vadászlap főszerkesztőjétől indult, hogy össze kellene hozni a Magyarországon vadászó hölgyeket, és az ötletet utána tettek követték 2003. október 29-én a Földművelésügyi Minisztériumnak a dísztermével 160 vadászhölgy részvételével tudtuk megalapítani. Ez a szám egyébként nagyon jól mutatja azóta is a taglétszámunkat, 260 körül szokott alakulni minden évben a taglétszámunk, ami véleményem szerint egy nagyon-nagyon szép szám. Az alapításnál célul tűztük ki részben a vadászatot érintő negatív közmegítélés javítását, amiben azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt 10 évben. Rengeteg televízió, illetve rádióműsorban és nagyon-nagyon sok cikkben, az írott sajtóban szerepeltünk, és népszerűsítettük a vadászatot, a vadászat ügyét és a vadászatnak a valódi értékeit. A másik hatalmas célkitűzésünk volt, amiben szintén én azt gondolom, hogy hegyeket mozgattunk meg, az pedig az ifjúság nevelése és oktatása, illetve megmutatni nekik, hogy mi is a vadászat valójában. És amikor ők ezzel fiatalkorukban találkoznak, vagy kicsikorukban, amikor még szivacsként szívják magukba az információkat, úgy gondoljuk, hogy akkor később a felnőtt korban sem lesz már probléma azzal, hogy ők megértsék a vadászokat, és megértsék a vadászatnak a lényegét. Tehát valahol a két célkitűzésünk, ha úgy tetszik, összefügg egymással. Épp úgy, ahogy a férfiaknál természetesen a hölgyek is egy abszolút heterogén társaság. A 20 évestől a meglett családanyákig, sőt nagymamákig, minden korosztály képviselteti magát a klubban. Én azt gondolom, hogy azok a hölgyek, akik esetleg a családtól vagy a munkájuktól elvett szabadidőt arra áldozzák, hogy egy klub tagjaként egy rendezvényen részt vegyenek, akkor nekünk szervezőknek kutya kötelességünk az, hogy a lehető legtöbbet nyújtsuk nekik. 2006-tól, úgyhogy immáron 7. éve, minden évben tartunk egy szakmai konferenciát, ahol olyan neves előadókat hívunk meg, akik annak a szakterületnek képviselői. Nagyon nagy sikere van ezeknek a kis konferenciáknak. Igazából nevezhetnénk őket továbbképzésnek is. Mindig kiváló jó hangulatban telnek el. Egy a legfontosabb benne, hogy valamilyen plusz információval, plusz tudással menjenek haza innen a hölgyek. Hát az egyik legsikeresebb, pontosabban a legsikeresebb rendezvényünk a Bállal indít mindig az év, ami február első szombatján van megszervezve.
Az elején még azért keresgéltük neki a helyszínt, megkeresték a helyszínt, hogy hol is legyen, most már szinte ilyen meghívásos alapon jelzik, hogy hová lenne jó tovább menni, meg elmenni. A létszám az folyamatosan nő, hát ez az év mindent vert a maga 260-as részvételi létszámával. A bál az egyik olyan nagyon jó programunk, ahol mi ugye egyáltalán a létfenntartásunkhoz tudunk magunk is támogatókat mögénk állítani, illetve nagyon sok olyan programot találunk év során, amiből a saját anyagi bázisunkat is tudjuk erősíteni. Ha ez megvan, akkor mi is nagyon szívesen támogatunk másokat. Hát amikor a klub megalakult, akkor utána rögtön lányokról lévén szó, ugye beszéltünk arról, hogy kellene valami, ami külsőleg is összehozza ezt a társaságot, tehát mutatja, hogy összetartozunk. És Ópuszta-szerem volt egyszer egy vadásznap, és ott néztük meg, hogy milyen ruhát kellene választani, és erre a ruhára esett a választás. Mi úgy hívjuk ugye, hogy díszanya, de azóta is ez a fő ruhánk, már próbálkoztunk másik ruhának a bevonásával ebbe a körbe, hogy legyen nyári ruhánk, legyen nadrágos ruha, de azért, ha szépen föl kell öltözni és képviselni kell a klubot, akkor még mindig ez a úgynevezett díszanya az, ami a prímet viszi. Valószínű, hogy újságban olvastam róluk, mert hát vadász újságok mindig, és jártak, és sokáig gondolkoztam, és aztán akkor sajnos a férjem már nem volt, és vágyódtam hasonló közegre, hasonló gondolkodású emberekre, és ez megadatott. Mondhatom, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy az első pillanattól kezdve ezek a lányok, akik gyerekeim lehetnek, majdnem, hogy unokám is lehetne. Úgy fogadtak, mintha egy bokorból jöttünk volna, és ez nekem nagyon jól esik. Én úgy látom a vadászhölgy társaimnak a példájából is, hogy a hölgy vadászatra adja a fejét, ha mögött mindig áll egy férfi. A legtöbb esetben áll egy férfi. Ez a férfi az én életemben édesapám volt, aki engem a vadászatba viszonylagosan korán bevezetett. 5-6 éves forma voltam, amikor Jávor kútra először elvitt engem vadászni, és ez egy olyan meghatározó élmény volt számomra, hogy azóta se tudok tőle szabadulni, és egyre jobban csak vetem bele magam, és egyre szenvedélyesebben csinálom. Nálunk az volt a helyzet, hogy a férjem gyerekkorától vadászott, sőt az édesapja is, meg a nagyapja is, és egy ilyen családi örökség volt nála. Én mindenivel kísértem minden vadászatára, de nem jutott eszembe, hogy én vadász legyek. Aztán, amikor egyszer az elnök szólt, hogy felszólított, hogy nem lenne kedvem belépni a vadásztársaságba, mert 3 feleséget föl akarnak venni, akkor azt mondtam, hogy én nem gondolkoztam soha, és nem is mertem volna ilyennel előjönni, de csak egyet mondok, ha én adom a nevemet valamihez, akkor teljesen biztos, hogy tevőlegesen csinálom. Nem baj? Ó, nem. Aztán nem tudom később mit gondoltak, de hála Istennek nagyon szerencsés vadász voltam, és nekem nem csak férjem volt, hanem vadásztársam. Az első gyerekemlékeim is a vadászatról vannak. Apukám Tisza Szent Imrén alapítója volt az ottani vadásztársaságnak. Hát akkor lényegesen liberálisabbak voltak szabályok még, hogy mikor mehet gyerekvadászatra, meg mit csinálhat, meg hogy vehet rajta részt, úgyhogy én folyton ott lébecoltam köztük. Nekem tényleg nagyon pici kislányként már mindig azok a képek jönnek elő, amikor még a rizsgátak közé megyünk libázni, meg kacsázni apuval. Mindig eszembe jut Széchenyi Zsigmondnak az a gondolata, hogy benne a vadászat szépen lassan kristályosodott szenvedélyé. És ez annyira igaz az én esetemben is, hogy 97-ben ugye letettem a vadászvizsgát, de maga a szenvedély az évek alatt alakult ki bennem, és manapság már azért tényleg ott tartok, hogy semmit nem adnék egy nagyon jó vadászatért, és semmilyen programot nem adnék föl egy közösen eltöltött napért, mondjuk a Dianákkal. Hangsúlyozom, hogy a klub azon kívül, hogy egy kvázi szakma köré csoportosult szervezet, a legfontosabb része az, hogy ez egy baráti társaság. Különben nem működhet jól, nem lenne életképes, nem lehet 10 évig fenntartani valamit, ami mögött nincsenek emberi kapcsolatok.
Ezek az emberi kapcsolatok közöttünk nagyon szorosak, és bizton állíthatom, hogy bármelyikünknek bármilyen problémája van, akkor kapásból tudok 10 olyan nevet mondani, aki mögé fog állni az embernek. Mögém is, és én is a másik mögé. Volt egy kiállítás, és akkor, mint kiderül, egy éve voltam már tag, és telefonáltam Beának, hogy lenne nekem is valami trófeám, amit szívesen vennék, ha kiállítanák, de hát én nem tudom bevinni. Ó, nem probléma. Kijött a jeepvel, bejön, megnézi az agancsot, mondom, de hát nincs ember, aki ezt vigye. Ugyan, hát ez nem probléma, megfogta az egészet, fogta magát, kivitte, mondom, hát nekem itt a helyem. Ezek között, a lányok között. Nagyon szeretem őket. A régi kínai közmondás szerint, aki teázik, megfeledkezik az aljas hétköznapok forgatagáról. Így történt ez előző filmdokkunkban is. De hogyan is került a Diana és a vadásznak teakeverék a csészénkbe? Javarészt a természet segítségével, de fontos szerepet kapott elődeink hozzáértése, a kézzel begyűjtött alapanyag és a szakszerű feldolgozás is. Körülbelül 130 féle monoteját forgalmazunk. A monoteja kifejezés pedig azt jelenti, hogy egyfajta növényt tartalmaznak, tehát borsmenta, vagy citromfű, vagy cickafű. Természetesen tartjuk azt a mondást, hogy a gyógynövények prevencióra valók, tehát nem akkor kezdjünk el az egészségünkért harcolni, amikor már betegek vagyunk, hanem egy kicsit korábban. Elődeink tudták, hogy mit, hol keressenek, mit, mire használjanak. Az erdő mező volt a patikájuk is, értettek a termés szüreteléséhez. Megőrizve a tapasztalataikat, hozzátéve a találékonyságot és a 21. századi technológiát, ez együtt a titka az egészséges teakeveréknek. Miután a maga a vállalkozás is családi, ez az ötlet is a családból származik, hiszen a férjem erdőmérnök, a két fiam, mind a két fiam szintén kötődik az erdőhöz, a vadászathoz. Nagyon silány minőségű, úgymond élvezeti tejákat lehet kapni manapság a kereskedelmi forgalomba. Úgy gondoltam, hogy ennél mi itt Sorskuton sokkal finomabbak tudunk előállítani, és ha már átléptük a gyógyhatárt, akkor kedvezünk a családban lévő fiúknak, ugye a vadászoknak, így jött létre a teje a vadásznak, és ha már a vadászfiúknak kedvezünk, akkor úgy gondoltam, hogy nő létemre támogassam a Diannákat is, és így a Diannáknak is létrehoztunk egy nagyon finom élvezeti tejakeveréket. Ezeknek az alkotó részei az erdőből kikerülő finomságok, finom gyümölcsök, levelek, aminek az ízét, aromáját természetesen kipróbáltuk, és a legjobb összeállítású, és a legjobban megkedvelt tejakeverék került aztán a filterekbe. A környezet körültekintő és felelős kezelése fejezi ki legjobban a hálát a természettől kapott kincsekért. Ennek szép példája a különleges természeti szépségekben gazdag Mátrában található Parátsasvár fényes puszta. Parátsasvár fényes puszta nagyon a szívünkhöz nőtt, szorosan kötődik egyébként a gyógyfő ászpolitikájához, hiszen az egészséget akkor tudjuk igazán megőrizni, hogyha az egészséges táplálkozás, a prevenciós gyógynövényfogyasztás mellett a mozgás, az erdő szeretete is bennünk van. Tehát így komplett gyakorlatilag ez a kép. Most Parátsasvár külterületén, fényes pusztán vagyunk, 400 méter tengerszint feletti magasságban. Ez egy régi károlyi birtok volt, körülbelül 300 éves az itt található faállomány zöme. Amit a legjobban lehet csinálni, azt pihenni lehet, illetve emellett szaunázni, dézsafürdőzni, kirándulni, jókat enni, inni, kerékpározni. Közel van hozzánk Gyöngyös, a nagyobb városokat mondom Eger, mind a két helyen nagyon szép dolgok találhatók. Alkalmas arra, hogy az ember mozogjon, kiránduljon,
magába szívja a Mátranak azt a levegőjét, ahol 100 kilométeres körzetben semmiféle ipari tevékenység, hál' Istennek, nem folyik. Az egyik nagyon nagy értéke ennek a helynek, hogy nyáron sem megy a hőmérséklet olyan 26-27 fok Celsius fölé. Nálunk ugye nincsen légkondicionáló, de nem is kell, mert éjszaka 15-16 fok körül hőmérséklet van a szobákban, ami tökéletesen alkalmas a pihenésre. Aki a vadászattal szeretne bíbelődni, az meg fogja találni itt egy vadaskertben vagy egy vadásztársaságnál azt a bérvadászati lehetőséget, ami neki a pénztárcája engedélyt szab, úgyhogy nagyon bő a választék. Aktív, passzív pihenésre csend, nyugalom, béke, mindenkit te szeretettel vár az Északi Mátra. Csendes, kedves emberek, akik itt élnek, egy barátságos, halkszabú, de segítőkész emberek, értődik ez a vad gombagyűjtőkre, akik esetlegesen egy csomó mérgezett gombát hoznak, ők átvizsgálják, szeretettel, szívvel, lélekkel kidobálják a rossz gombákat belőle, úgyhogy ez mind a jó szívnek a jele. Bármelyik vendéglátóhelyre be lehet menni, itt igazándiból egy békés, nyugodt környezetben élhet vagy pihenhet a kedves vendég. Ma már eljutottunk oda, hogy nagyon sok ember visszatérő vendégünk, nagyon sok ember visszajön ezt a bizonyos mozgást és jó levegőt magába szívni. Az utóbbi években, évtizedekben folyamatosan csökken az apróvad állományunk, így a fácán létszáma is. A fokozódó keresletet a természetes törzsállomány hasznosítása nem fedezheti. Ezért van szükség a tenyésztésre, a nevelésre és a kibocsátásra. A számtalan technológiai lehetőség közül a legolcsóbb, a legkisebb beruházást igénylő, egyúttal a legjobb röpképességű vadászmadarakat biztosító megoldás a kotlóssal történő nevelés, amely szerencsére az utóbbi időben egyre több jogosultnál elkezdődött. Itt vagyunk a homokpusztai földtulajdonosok vadászati közösségének vadászterületén. A közösség területe 4173 hektár. A 2008-as évtől kezdve foglalkozunk ebből a fácán tenyésztéssel. A kotlóssal történő fácán nevelésnek elsődleges célja, hogy a meglévő törzsállományt növeljük. Ezzel a módszerrel felnevelt madarak sokkal jobban ellenálló képességgel rendelkeznek, illetve a természetbe sokkal jobban beilleszkednek, mint az intenzív körülmények között nevelt madarak. A kotlóssal való fácán nevelésnek nagyon jó helyszíne az ilyen elhagyatott tanyahely, mint ami itt mellettünk is van. A villanypásztor, ami itt a telep körül látható, nagyon fontos a ragadozó szempontjából, hogy ne tudjon bejönni a telepre a ragadozó. Ez már bevált módszer, 5. éve. Volt olyan eset, hogy a nyáron kitévett vaddisznók, az erdőből kitévett vaddisznók be akartak jönni a nevelőtérre, de nem sikerült nekik, mert visszariasztott a villanypásztor. Tehát elég hatékony ez a módszer. A maga a technológia két részből áll, ugye az egyik a lehető legfontosabb dolog a kotlóbeszerzés, ami manapság sajnos egyre nehezebb. A csibék érkezésétől visszaszámítva a 3, illetve 2 héttel előtte gyűjtjük a kotlókat. Egy megfelelő helyen, egy zárt, árnyékolt helyen, kotlóládákba, műtójásokon elültetjük őket, és a 2-3 hét alatt elválik az, hogy melyik kotló az, amelyik rendesen ül, és melyik, amelyik nem, és akkor föláll, azt ki tudjuk cserélni, illetve tudunk másikat hozni helyette. Ez egy nevelőláda, egy ilyen egyszerű árnyékolót szereltünk most már évek óta a ládákra, abból a célból, hogy a nevelés időszakában a nagy magas hőmérséklet, a forróság nem tesz jót a kotlónak, ezért ezt az árnyékolót a nagy melegbe lehajtjuk. A nevelőláda két fő részből áll, ugye a terelő, a háromszög alakú terelő, 1,60 hosszú és 50 cm magas, illetve a maga nevelőláda. A nevelőládában van a kotló, a rácsokon keresztül a csibék ki tudnak jönni, a kotló viszont nem. A nevelőláda ajtaja van letéve a láda elé, és arra helyezzük el az etető, illetve az itató edényeket. A kotlósok, ugye tanyákon, illetve házaktól hozzuk el,
általában ezek parasztyúkok. Nagyon jó tapasztalatunk van a japánokkal, annyi a hátrány, hogy kisebb testűek, kevesebb fácán csibét tudnak adoptálni, illetve a különböző díszbaromfi fajtákkal, a bráma, illetve a kokinokkal nagyon jó a kotlási hajlamuk, nagyon jó a csibenevelésük. Ha tehetnénk, akkor csak pulykával nevelnénk fácánt, ugyanis nagyon jó anyák, illetve 40-45 darab csibét el tudnak nevelni. A módszer lényege az, hogy a kotlók alá adaptáltatjuk a fácán csibéket. Ez pedig úgy történik, hogy amikor a keltetőből áthelyezik a bújtatóba a fácán tojásokat, akkor a kotlók méretétől függően 3-5 tojást elhozunk, illetve betesszük a kotlók alá. A többi csibe pedig a kihelyezési napon, illetve hát a kelési napon érkezik hozzánk, ami ugye napközbeni óra, a maga az adaptáltatás, tehát a teljes adaptáltatás pedig este sötétben történik. Ez azt jelenti, hogy az utolsó 3-4 napban a kotló alatt van a már majdnem kikelt fácán csibe, és ez még jobban megerősíti a kotlóban az ösztönt, hogy ő most keltetni fog, és alatt a csibe fog kikelni. Számunkra a természetnek az egyik csodája az, hogy az intenzív körülmények között nevelt hibrid tojótyúkok nem alkalmasak kotlásra, azt mondják. Hát nekünk nagyon jó tapasztalatunk van, ugyanis idén 7 ilyen letojt tojóhibridünk van, akik nagyon szépen vezették a csibéket. Ő már ugyan nem, mert őróla lejött a kotlás, de nagyon nagy segítség volt eddig is számunkra. Ezek nagyon nyugodt tyúkok, ami valószínű a hibrid szelekciónak köszönhető. Ezeket a tojóhibrideket kölcsönbe kaptuk, tehát vissza fogjuk adni a gazdájának. A fácánok etetése fácán indító táppal történik. 4-5 hetes korukban viszont már gazdasági abrakot, illetve az abraknak, a búzának, illetve a repcének az ocsúját adjuk nekik. Persze fokozatosan átszoktatva a tápról, először csak keverve, és utána a nevelés legvégén, augusztus közepétől szeptemberben már csak a tiszta ocsút fogják enni. A nevelés zárt terelőkkel kezdődik. A csibék 1 hetes kora után nyitjuk ki a terelőket, és akkor már szabadon mozoghatnak a nevelőtérben. A csibék a természetes ösztönnek köszönhetően a gajazást azt egy 5-6 hetes koruktól már maguk is elkezdik. Először csak napközben úgymond játékból ülnek fel a gajakra, fákra. Utána viszont az olyan kotlókat kiengedjük közéjük, akikre azt gondoljuk, hogy segíteni fogják a gajazást, és elsősorban a vadabb japánok teszik meg, japán tyúkok. Több helyre is helyezünk ki fahamut kisebb keretekben. Ez ugye azt a célt szolgálja, hogy a külső élősködőket kiűzze a csibéből, esetlegesen jelentkező élősködőket kiűzze a csibéből. A kotlóval való fácán nevelés másik nagy lényege, hogy ellentétben az intenzíven nevelt madárral, bevésődik nekik maga a hely, ahol élnek, illetve a láda, amiben laktak egy ideig, és ezt a ládákat egy bizonyos ideig, tehát a vadászatokig kint is szoktuk hozni egy kis számban. Több éves tapasztalatunk már, hogy a bevésődés annyira jól működik, hogy az előzői nevelésből származó tyúk vagy kakas akár ilyenkor is bejár a nevelőtérre. Tavaly előfordult, hogy egy kakas nagyon szépen vezette a csibéket is maga után. A tavalyi évben már értékesítettünk is az ilyen módon nevelt madarakat. A módszernek köszönhetően a felnevelt madarak tél folyamán már a vad madár képzetét keltik, tehát akár vadászatilag is. Nagyon kedvelt a külföldiek körében. Bokrászolódászat alkalmával szoktak jönni hozzánk. A műsort támogatta a Vadászati Kulturális Egyesület. A Diana Vadászhölgy Klub. A Nimród Vadászújság. Az SP Jágd Vadászüzlet. A műsort támogatta a Vadászkutya magazin. A Diana és a vadászoknak filteres tea gyártója a Gyógyfű Kft.
az Argo kétéltű terepjárót forgalmazó Erdőgépker Kft. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe. A bolyhos pálinka. A műsor támogatta a Polgárpincészet. Hogyan lehet elvonni, távol tartani a szarvast és a vaddisznót a vetésektől, így elkerülve a nem ritkán több milliós vadkárt? Elterelő etetéssel, vadcsalival. A szórók hatékonyságát nagyban növelhetjük a Beast Feast és a Hog Heaven takarmány kiegészítővel, amelyet az amerikai Evolve cég fejlesztett ki. Egy vadcsali, amely természetes alapú, így alkalmazása nem ütközik jogszabályi akadályokba. Akkor is eredményesen használható, ha a gabona, kukorica még lábon áll. Vadcsali. Egyszerű használat, praktikus kiszerelés. Forgalmazza a Fontium Kft. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.